Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános jóslás, ahol még nem tudjuk, hogy mi a téma, mert az első kártya fogja ezt mutatni. Megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a formát, ezt a jóslást, amikor nincs konkrét kértésed, viszont szeretnéd tudni, hogy mi fontos jelenleg, mire kellene odafigyelni, és hogyan alakulnak a dolgok. Megnézzük, hogy mi a fő téma. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. A férfiaknál ez a kép utal a lelki társnőre. Persze azt is jelentheti, ez a fő téma, hogy ő gondol rád, látni akar téged. A könyvek utalnak tudásra, továbbképzésre, lehet, hogy most ez a terved. Amit a könyv még jelenthet, vagy az ő zárkózottsága, de változik a helyzet, hiszen te jelensz meg itt, mint fő téma, te állsz a középpontban, nála is, és keresi veled a kapcsolatod. A könyvek azt is jelenthetik, hogy bölcs vagy, és légy most kicsit visszahúzódó. Ez a zárkózottság elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezeket az eseményeket. Amit a kasza még jelenthet, hogy például ő válló félben van, de nem beszél erről, mert zárkózott. Amit a kasza még jelenthet, hogy történik valami, ami még titokzatos, amire nem számítottál. Itt ez a torony együtt a könyvvel lehet iskola vagy iskolázás. A torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. És itt változik valami, hiszen a kasza elvágja ezeket a titokzatos dolgokat. Amit a torony még jelenthet, hogy fogva érzed magadat a toronyban, mint egy labirintusban, de a kasza elvágja ezt a helyzeted. Ennek ellenére légy okos, légy visszahúzódó, hiszen ő gondol rád, mert te állsz itt a középpontban, majd ő jön magától. Az is lehet, hogy ő van egy szűkös helyzetben, nem beszél erről, mert eltitkolja ezeket a dolgokat, de a kasza elvágja ezeket az eseményeket, és lesz egy fordulat, amire nem is számítottál. Itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok, nyitott lesz hozzád, elmondja azt, hogy mi volt a múltban, miért volt visszahúzódó, miért nem beszélt a terveiről. A nap jelenti azt is, hogy megvilágít téged, hiszen ő látni akar téged. A nap jelentheti a nyilvánosságot, például az internet kapcsolatokat is, ahol ő figyelget téged, de erről nem beszél, olyan titokzatos, de változnak a dolgok. Itt ez az ostor fáj. Valaki megbántotta őt. Vannak viták, veszekedések, nézeteltérések, sőt, ez lehet egy bírósági ügy is, ami véget ér, hiszen a kasza eltávolítja ezeket a dolgokat. Az is lehet, hogy ő titokzatos volt, visszahúzódó volt, és ez megbántott téged.
vagy ő sértődött meg, és emiatt volt visszahúzódó, de most tisztázódnak a dolgok. Itt is a tisztaság látható, hiszen vannak nála a tiszta gondolatok, tiszta érzelmek, te vagy a középpontban. Itt van egy kellemetlen helyzet, lehet, hogy egy másik nő miatt, de a kassa elvágja ezt a kapcsolatot, nyitottan beszél veled, elmondja ezeket a dolgokat, és ezáltal tisztázódik minden. Itt van a felhő, eddig még valami átláthatatlannak tűnt, de most kisüt a nap, eltűnik a felhő. Amit a felhő még jelenthet, az idő, mégpedig fél év, hogy mi történt fél évvel ezelőtt, akkor annak idején valami átláthatatlannak tűnt, de most lesz egy fordulat, lesznek változások, és azok az események, amit fél évvel ezelőtt átéltél, ezek most rendeződnek, tisztázódnak. És ez volt az általános jóslás, mint említettem, megvan a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dende Rám!